van? Béka nőtt a hasamba? Nem. Alien. Igen, Alien, de ez nem akkora gond, mint ahogy a filmben láttuk. Nem, tényleg, tök jó vagyok. Semmi gáz, tényleg, semmi gond. Erős hasizmú legényeket kellett volna oda küldeni, nem asszonyokat, akik imádnak szülni. A hasizomhoz persze dolgozni kell. De ha erős a hasizmunk, nem jön át rajta a kis görény. Igazam van? Barack? Innentől kezdve egyszerűen el tudjuk tüntetni a szervezetből, kikúráljuk, mint egy gyomorrontást. Az alien olyan, mint egy baktérium, csak kicsit nagyobb, ezért nem tudjuk kifújni az orrunkon. Először is vissza kell tartanunk, nehogy megfertőzzünk vele valakit. A fiam már 2 évesen szobatiszta volt, tehát nem hiszem, hogy egy űrhajósnak ez problémát jelent. Akaraterőre van szükség. Fejben kell ott lenni, mint a botlábú focistának. Aztán jöhet a kezelés. Ne ugorjunk rá az antibiotikumokra, kezdjünk széntablettával. Jöjjön a csalánteja és a csalán. Érdekesség, kevesen tudják, az ananász és a kókusz déli gyümölcs, de az nem segít. Annál inkább a pálinka. Enyhíti a csalán okozta fájdalmat, és sokkal bátrabban tudunk paskolni. A homeopátia mindig jó, mert vagy segít, vagy nem. De a kis cukorbogyócskákat remek szopogatni. Igaz, hogy roncsolja a fogunkat, de mindegy, mert előtte már szenetettél, úgyhogy nem fog látszani. A lényeg, hogy sok vizet kell inni, abban megfullad. Aludjunk rá egyet, majd ébredés után egy kis torna. Sótörés vagy bukfenc, hogy a feje irányba álljon. Aztán a reggeli kávé kihozza. Egyébként az sem baj, ha bennmarad. Azt mondják, a pocak tekintélyt parancsol.